megint indul Ovosu, el is éri a labdát. Abu Fani szabadrugása a 13. percben. Tehát a másik oldalra Mai fejeli vissza a labdát, még mindig nincs kint, sőt, Ovosu próbálja még megszerezni, nem Abene az, bocsánat. Most egy újabb beadás, Mai le tudja kezelni, el is lövi. Most a beadás, Pesic elengedi, Ovosu lövésre, Makreckis, Banai. Kosanovic, jó lövés, Varga. Ritmust vált, és Csobot és Tajti sem tudja vele tartani a lépést. Ez pedig Pesicnek egy ajándéklabda. Vezet a Ferencváros. Pesic persze, hogy helyzetbe kerül. Csobotot és Tajtit is lefutja, és nem jó a labda Ovosunak. De olyan szerencsétlenül ér hozzá Tamás, hogy érkezhet Pesic. És Pesic ragyogóan ismeri fel a lehetőséget, azonnal lő. Ez ferencvárosi előnyt jelent. Ott a nyakán Kosanovic, de az kevés. Csobot vissza, még mindig ott lehet a helyzet. Csobot lő, lepattan ez is, újabb lövés, Varga! Pesic. Pesic, Lisztes, Lisztes nagyon bátra, Lisztes! És Tamás, Paujevic, Paujevic, jó továbbítás, Csobot, Varga véd nagyot! Tajti, ott van még a helyzet, és jó a blokk! És Ramirez, kis bebújt Ramirez mellett, kis helyzetben Ambrose, mellé lövi! És most már Ambrose elindul Abena mellett. Sőt, Ambrose nem is esélytelen a labda megszerzésére. Ambrose szépen fordul le, Ambrose. Ott minden volt, és még tovább megy Ambrose, Varga. Csak jön befelé majd az a szöglet, Abu Fani. De milyen jól jön, gól Abena. Sokat vártunk a szögletre. Abena bebólintja. 2-0. Abu Fani már a 14. góllövője a Ferencvárosnak ebben a szezonban. Ez szépen lebólintja oda a földre, elérhetetlen Banainak, másnak kapusnak is az lenne. És az az Abena, aki az előbb majdnem hagyta, hogy Ambrose gólt lőjön, most fejel egyet. 2-0. Egyelőre azonban Ovosu. Banai vetődik ki, Marquinhos elől pedig berúgja Abu Fani. 3-0. Most viszont már eldőlt. Innen nem hiszem, hogy van visszaút az Újpestnek. Kritikus szakaszát úszta meg a meccsnek a Ferencváros. Itt Ovosu elmegy, Pesic elől pedig eltenyereli a labdát Banai. De jön Marquinhos és jön Abu Fani. Ovosu a friss embert, Kastrátit simán lefutja. Innen meg már nincs nehéz dolga Abu Faninak, de persze oda kellett érni. Pár percen belül Abu Fani kioszt egy gólpaszt és lő egy gólt. Golyák át a másik oldalra. És még kapufa,